Idén is több ezres tömeget mozgatott meg a Főtér Fesztivál, vagyis a Nagybányai Magyar Napok. Nem csak az esti nagyszínpadi koncerteken telt meg a város történelmi főtere, hanem a hagyományőrző programok, a képzőművészeti kiállítások és a gyerekprogramok iránt is nagy volt az érdeklődés. A szervezők szerint a fesztivál egyik legnagyobb sikereként azt lehet elkönyvelni, hogy olyan családok is ráébrednek, hogy szórványkörnyezetben is lehet magyarként élni, akik eddig az asszimiláció felé hajlottak. Jelképesen visszafoglalt a Nagybánya történelmi tereit a magyarság hétvégére, kézműves foglalkozásokat, gyerekprogramokat, koncerteket, közösségi rendezvényeket szerveztek minden korosztály számára. A Főtér Fesztivál alapgondolata, hogy a bányavidéki magyarságot jellemző értékeket felfrissítsék, így aztán idén a szervezők a hagyományok mai nyelven mottót választották, és a programokat is ennek fényében próbálták összeállítani. Például a néptáncot valamilyen szinten ötvözni egy akrobatikus mutatvánnyal. Vagyis most arra gondolok, hogy megtanáljuk a fesztiválban azokat a dolgokat, amelyek a hagyományra, a múltra is gondol vissza, és ezeket ápoljuk, de ugyanakkor megtaláljuk benne azt a sikket, azt a cool dolgot, azt a menőt, amit a fiatalok annyira szeretnének érzékelni. A fiatalok és a gyerekek minden évben kiemelt figyelmet kapnak. A magyar iskolások mesejátékokkal, közös énekkel mutatkoztak be a közönségnek, azok az előkészítő osztályosok pedig, akik magyar iskolába iratkoztak, átvehették a Rákóczi Szövetség magyar iskola választási ösztöndíját. Erdélyben jelen vagyunk Dés környékén, Besztercenaszód megyében, Szászrégen környékén, ott is nagyjából 10 települést érintve, és továbbá tervben van az, hogy Erdélynek további területeit is belevegyük a programba. Ilyen lesz majd Krassószörény, Szatmár megye és Bihar megye az, amit most teljes terjedelmében lefed az egész iskola választási programunk. Mintegy 100 gyerek szülei vehették át a 10 000 forintos támogatást, már több éves hagyomány, hogy ezt a Főtér Fesztiválon osztják ki, mert ezzel is akárcsak az egész rendezvényel azt szeretnék a szervezők érzékeltetni, hogy minden magyar gyerek fontos a közösség megmaradása szempontjából.